Nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Önök VNTV-t, a Jövő Natura televíziót láthatnak, ezen belül is VNTV promó adássorozatunkat. Rendkívüli módon a következő kis filmben Alexandr Axelrod be fogja mutatni Önöknek a gyakorlati hatását a kolcovlapoknak. A kolcovlapoknak a részletes bemutatását pedig egy következő filmünkben láthatják. Most azt mutatjuk be, работу корректоров. Hogyan működnek a lapok? На трех достаточно типичных проблемах. Három elég tipikus probléma esetében. У нас от профессиональной работы возникли шишечки, вздутия, сухожилий. A szakmával kapcsolatos munka miatt dúdorok vagy kinövések keletkeztek, amelyek valószínű a ilyen in kinövések. У нас вылезли вены на ноге. Emellett van vén probléma, tehát kiállnak a vének a lábszára. У нас проблемы со зрением. És látás problémák is vannak. И мы сейчас выпьем воду, обработанную любым корректором. És most meg kell inni azt a vizet, amit előtte bármelyik lappal kezelünk meg. Потому что когда тело обезвожено, корректоры вообще не работают. Mert hogyha a testünk vízhiányos, akkor ezek a lапок egyáltalán nem működnek. И по воздействию разными корректорами на разные проблемы. És különböző lapokkal, különböző problémákra próbálunk a hatást kifejteni. То есть мы берем корректор, ставим на него стакан, открываем, наливаем и выпиваем. Az a teendő, hogy a lapocskára ráteszük a poharat, kinyitjuk a vizet, megtöltjük vízzel a poharat, és meg kell inni a tartalmát. 4 стаканчика. És ebből 4 pohárnyi vizet kell meginni, teli. И пьем. Пьем со своей скоростью. Тешек торопиться не надо. Nem kell sietni, tehát ahogy jól esik. Обработанная корректором вода становится как родниковая, как талая. A lapocska által kezelt víz, az olyan a válik, mint egy forrásvíz, vagy olvasztott víz. Пьется очень легко. És nagyon könnyű ennek a víznek az ivása. Kusna. Finom. Jól esett. Было приятно. И еще три раза. És még háromszor. Все спокойно выпивают во всех странах, во всех городах. Mindenütt, minden országban, minden városban mindenki nyugodtan megissza ezt a mennyiséget. Уже больше налила. Sőt, most ugye ön egy kicsit többet töltött. Пьем. Обрабатывается мгновенно, в движении мгновенно. Jó, akkor most tessék meginni, és azt fogja érezni, hogy rögtön felszívódik. És rögtön meg, tehát azonnal meg tudja inni az egészet. Jól esett. Пошло. Пошло. Я потом покажу разницу, как действует на тело обработанная вода и как необработанная. Majd be fogom mutatni a különbséget, hogy milyen módon hat a testre a kezelt és a kezeletlen víz. Мы состоим из воды на очень много процентов, это все знают. Mindenki tudja, hogy alapvetően vízből állunk. Но внутри нас не такая вода. De az ember belsejében nem ilyen víz található. И не водопроводная. És ez nem a csapból folyó víz sem. И не из кулера. És nem egy ilyen vízhűtőkészülékből folyó víz sem. У воды, из которой мы состоим на много процентов, совсем другие физико-химические параметры. Az a víz, amiből mi állunk, egészen más fizikai, kémiai paraméterekkel rendelkezik. Так вот, когда мы обрабатываем воду корректором, она становится такой, как внутри. És amikor a lap segítségével kezeljük a vizet, ez a víz olyan válik, mint az a víz, amiből mi is állunk. И разницу можно показать за секунды. És a különbséget akár pillanatok alatt ki lehet mutatni. Когда человек выпивает воду, обработанную корректором, он энергию получает.
hogyha az ember a lapocska által kezelt vizet iszik, akkor energiát kap. А когда он пьет воду обычную, он тратит энергию, чтобы ее превратить во внутреннюю. Ha viszont normál vizet iszunk, akkor energiát használunk föl, hogy normálisá alakítsuk át ezt a vizet. Повторяю, это можно программировать за секунды. Процесс электрический, все происходит мгновенно. Ezt akár pillanatok alatt be lehet mutatni, mert ugye ezek elektromos folyamatok, és az elektromos folyamatok másodpercek töredéke alatt zajlanak. Давайте сейчас продемонстрирую. Это очень быстро. Most hadd mutassam be, ez nagyon rövid ideig tart. Bemutathatom? Tessék fölállni. Смотрите. Akkor. Я вам буду, скажу, раз, два, три, и буду давить вниз. Most azt számolok 1-2-3-ig, és lefelé próbálom nyomni a karját. А вы со всей силы сопротивляетесь. És хорошо? Önnek az a feladata, hogy próbáljon ellenállni, ahogy csak tud. Раз, два, egy, три. 1-2-3. Сила есть. Van erő, igaz? Мы выпили только что обработанную корректором воду. Mert теперь смотрите. Az előbb, ugye, kezelt vizet ivott. Я és наливаю чуть-чуть необработанной. Egy kis vizet töltök, ami nem kezelt. Tehát ennyit. И смотрим, что изменилось. És nézzük meg, hogy mi változott. Повторяю, процесс электрический, все происходит до секунды. Elektromos folyamatok zajlanak másodpercek alatt. Тоже сопротивляешься со всей силы. Tehát most ugyanaz a feladata, hogy ellenkezni, ellen kell állni. Раз, два, три. Egy, kettő, három. Нет силы. Ugye elment Почему? Az erő. Мы ее тратим, чтобы воду сделать внутренней. Azért ment el az erő, mert arra megy el az erő, hogy Опять azt a vizet saját vízönké alakítsuk át. Most megint Опять kezelt выпиваем. Vizet tessék inni. Ставим ручку. Most Раз, tartsa два, a kezét. Три. Egy, kettő, három. Опять необработанную. Most megint a kezeletlen vizet tessék meginni. Раз, Egy, два, kettő, три. Három. Вот настолько невероятно электрические процессы. Ennyire hihetetlen ну, elektromos folyamatok. Tessék még egy kis vizet meginni. Садимся. Most üljön vissza. Мы берем корректор, который называется «Здоровые суставы». Most azt a lapocskát tartom a kezembe, amelyet úgy hívnak, hogy egészséges ízületek. Камера может увеличить шишечку? Nem tudom, hogy a kamera ezt a kinövést mennyire ki tudja nagyítani. Это от работы. Ez ugye a munkának a következménye. И мы начнем импульсно-динамически воздействовать. То есть, és most импульсус-динамикус hatásnak tesszük вот ki. Махать, с большой амплитудой. Az a feladatunk, hogy legyezgessük ezt a lapot. Minél nagyobb amplitudóval, minél sűrűbben, annál inkább. Руку положите, как вам удобно. Tehát úgy tartsa a kezét, ahogy kényelmes. Jó? Руку пусть положит, как удобно. Rakja le a kezét, kérem, úgy, ahogy kényelmes. Úgy. Вот это есть воздействие. Ez a hatás. Что при этом происходит? Что при этом происходит? Tehát mi történik ilyenkor? Корректор излучает, как живой организм. Ezek a lapok, ezek sugároznak, úgy sugároznak, mint egy élő szervezet. Как человек, как дерево, как кошечка, собачка. Úgy, mint egy ember, Cветок. Mint egy fa, mint egy cica, mint egy kutya, mint egy virág. Это излучение дает электроны. És ez a sugárzás elektronokat bocsát ki. Энергию. Энергиát. И эти электроны заряжают эритроциты крови зарядом. És ezek az elektronok föltöltik a vér eritrocitákat. И когда эритроцит заряжен, он начинает отталкиваться от другого эритроцита. És hogyha az eritrociták feltöltöttek, akkor a töltés következtében egymástól löködnek el. Кровь разжижается. Ennek az a következménye, hogy a vér higabbá válik. Становится нормальной.
úgymond normális állapotba tér vissza. И начинает выполнять свои функции. És akkor teljesíti a neki szánt funkciókat. Это что касается эритроцитов. Ez, ami az eritrocitákra vonatkozik. Это красные кровяные тельца. Ugye, ezek a vörös vérsejtek. Есть еще белые кровяные тельца, лейкоциты. De beszélhetünk a fehér vérsejtekről is, leukocitákról. Когда у нас мало энергии. Ha esetleg úgy érezzük magunkat, hogy kevés az energiánk. Эритроциты слипаются. Az eritrociták összetapadnak, összeragadnak. А лейкоциты уменьшаются в размере, становятся неактивными. 4-5 раз меньше нормы. És a leukociták viszont összezsugorodnak, csökken a méretük annyira, hogy 4-5-ször kisebbé válnak, mint ahogy a rendes nagyságuk. A leukocit отвечает за иммунитет. Leukocitáknak egyébként az immunitás fenntartása is a feladata. Поэтому, когда энергии мало, иммунитет резко ослаблен. Ezért, hogyha kevés az energiánk, így az immunitásunk is gyengített. Что мы сейчас сделали? Мы выпили воду. Mit is tettünk most? Megittuk ezt a vizet. И даем эритроцитам заряд. És ezáltal feltöltjük az eritrocitákat. Капилляры открываются. A kapillárisok kitágulnak. Кровь омывает проблемное место. A vér oda folyik, ami a problémás hely a szervezetbe. И проблема начинает уходить. És a probléma ezáltal elkezd távolodni. Ну вот сколько, минуту две уже машем. Hát most mennyi idő telt el azóta, mióta legyezget a hölgy? Пощупайте, посмотрите, что-то изменилось или нет. Nézem meg, hogy változott-e valami. Egy kicsit zsiborog az ujjam. Чуть-чуть у меня мурашки бегают по пальцам. А с самой шишечкой что-то изменилось? Пусть пощупает. És a kinővéssel valami kapcsolatosan változott valami? Tessék azt kitapogatni. Hát domborúbb lett. Tehát egy kicsit. Она вроде бы шишечка более выступает. Приобрела более. Стала острее. Острее стала. Kicsit, mint hogyha csúcsosabb lett. Nem csúcsosabb lett, hanem laposabb, nagyobb. Laposabb? Aha, нет, она стала не острее, она стала более плоской. Более плоской? Uh-huh. Если она стала более плоской, значит, она стала меньше? Hát akkor csökkent a méretek? Mérete? Hogyha laposabb lett, akkor csökkent a mérete? Да. То есть шишечка стала меньше? Tehát a kinövés kisebb lett? Igen. Да. Примерно на сколько процентов? Примерно. Körülbelül hány százalékba? Hát, 10. 10. На 10. Kicsi. За 2 минуты. 2 perc alatt. На 10%. 10%. Как давно эта шишечка? Сколько ей лет? Дней, месяцев? Сколько? Mióta van meg ez a kinövése? Tehát hány napja, hány hónapja, hány éve van meg ez a kinövése? Hát olyan 2 éve körülbelül. Где-то приблизительно 2 года. Вот смотрите, шишечки 2 года, помахали 2 минуты, и на 10% уменьшилось. Hát mondhatjuk azt, hogy 2 éve van meg ez a kinövés, 2 percen keresztül legyezgettünk, és 10%-kal csökkent a mérete. Еще 9 раз по 2 минуты. És még 9-szer, 2 perc. 10%, 10%, és шишечки не должно быть. Ну, короче, машите и посмотрим. 10%, és minden egyes alkalommal 10%, 10%, és akkor elvégbe el kell, hogy tűnjön ez a kinövés, de majd meglátjuk. Чем быстрее, тем лучше. De minél sűrűbben legyezgetünk, annál jobb. Értem. Понятно. Это шишечки. Теперь смотрите. Я вам сейчас покажу кровь человека, у которого нет энергии. Как она выглядит под микроскопом? Ez, ami a kinövésre vonatkozik. Most bemutatnám annak az embernek a vérét, aki úgymond energiahiányos. Tehát a mikroszkóp alatt hogy néz ki ez a vérkép? Я вам больше скажу, вы знаете этого человека. Sőt, többet mondok. Ismerik azt az embert, mert ez én vagyok. Я специально не пил. Так, мы машем.
Tessék tovább legyezgetni. Заслушивается и не работает. Majdnem mindig az van, hogy mindenki rám figyel, és közben abba hagyják a munkát. Я сутки специально не пил воду. Egy napon keresztül tudatosan nem ittam vizet. Это образуется в организме огромное количество свободных радикалов. Ennek következtében a szervezetben rengeteg szabad gyök jön létre. Свободные радикалы – это молекулы, которые забирают электроны у других молекул. És ezek a szabad gyökök, ezek olyan molekulák, amelyek más molekuláktól veszik el az elektronokat. Это возникает при обезвоженности. Ez akkor jön létre, hogyha valaki viszhiányos. Много свободных радикалов возникает от вредного электромагнитного излучения. Nagyon sok szabad gyök keletkezik, amennyibe káros elektromágneses sugárzásnak vagyunk kitéve. Ну вот в студии, смотрите, работает телевизор, камера. Például itt провода, a stúdióban. Микрофон, все это излучает. Tehát ez a rengeteg berendezés, a tévé, a kamera, a mikrofon, a vezetékek, ez mind-mind sugároz. У каждого есть мобильник. Мобильник излучает даже когда мы не звоним. Mindenkinek van mobiltelefonja. Mobiltelefon akkor is sugároz, hogyha nem telefonálunk vele. Вот эти полосочки или кружочки уровень сети на мобильнике означают, что он постоянно связывается с вышкой ближайшей и определяет, как хорошо ловится. То есть облучение идет постоянно. Tehát ezek a kis pálcikák, amelyek mutatják a hálózatnak az erősségét, ez gyakorlatilag annak a tanúsítványa, hogy állandóan kapcsolatba lép a toronnyal, tehát a sugárzás is, mint olyan, az állandóan jelen van. И от этого вредного излучения образуются свободные радикалы. És ennek a káros sugárzásnak az eredménye a szabad gyököknek a képződése. Кровь густеет, лейкоциты сжимаются. A vérünk sűrűbbé válik, a leukocitáink egyre kisebbek lesznek. Кроме того, много свободных радикалов образуется от живущих внутри нас паразитов. Sőt, nagyon sok szabad gyök keletkezik annak következményeképpen, hogy bennünk élnek különböző férgek. Ну, паразиты обобщенные, это вирусы, бактерии, грибки, простейшие иглисты. Paraziták, tehát a parazita vagy a féreg szó, az egy általánosított fogalom, ez alatt azt értem, hogy ide tartoznak a vírusok, a baktériumok, a férgek, a gombák. Потому что они не просто живут внутри нас, они там, извините, писают и какают. А это загрязнение химические, это есть свободные радикалы. Mert nem egyszerűen bennünk élősködnek, hanem belénk elnézést a kifejezésért pisilnek és kakilnak, és ez egyfajta kémiai szennyeződés, tehát ez okozza többek között a szabad gyököknek a keletkezését. Четвертая причина – это депрессия. A negyedik ok az a depresszió. Когда случается тяжелое трагическое событие в жизни, ha az életünkbe bekövetkezik egy súlyos, tragikus esemény, человек все время вздыхает. Az ember ugye állandóan sóhajtozik. Он может делать вид, что все хорошо, внешне все нормально. Ugyan megjátszhatja magát, úgyhogy a külső világ úgy látja, hogy minden rendben van, minden jól van. Но он все время делает так. Даже не замечает этого. De közben nem is veszi észre azt, hogy állandóan sóhajtozik, tehát jó mélyen veszi a levegőt. Когда это постоянно человек делает, он выдувает углекислоту, уменьшается концентрация углекислоты в крови. Это очень важный параметр. Amennyibe ezt csinálja az ember, akkor ezáltal kifújja magából a szénsavat. És a szénsav az egy nagyon fontos paraméter. Из этого тоже кровь густеет. Ennek következtében is a vérünk sűrűbbé válhat. Ну и пятая причина – это вредное энергоинформационное воздействие. És az ötödik ok az a káros energetikai információs hatás. Ну, то, что называется порча, сглазы, родовое проклятие, заклятие на смерть и прочее. És ide soroljuk a rontást, a szemmelverést, a családi átkot, vagy a halállal kapcsolatos átkot. Потому что там это именно для того и делается, чтобы человек терял энергию.
Mert ennek pontosan az a célja, hogy az adott embernek elmenjen az energiája. Ízlét a porcsozgalásokban dolga múcsosza. És hogyha ez egy rontás vagy szemmeverés, akkor ehhez hozzájön a hosszú ideig tartó kínlódás. A ízlét a radavó prakleátja, ez a kleátja, az mert sobban bőszre pamerol. Ha viszont ez egy családi átok, vagy a halála kapcsolatos átok, akkor ennek az a célja, hogy minél hamarabb halljon meg. Supajom is soros. Jó, akkor tapogassuk ki még egyszer a, supajom, a kezét. Stopra ez a sló? Történt még, valami? Még egy kicsit laposabb lett. Опять еще стало более плоское это шишка. Примерно на сколько вот за это время уменьшилось? Может, примерно в процентах. Ez idő alatt mennyivel csökkent? Körülbelül. Körülbelül meg egy 10%. Az előzőhöz képest még 10%? Еще на 10%. Еще на 10%. Вот мы машем, и оно меньше, меньше, меньше. Tehát, ha legyezgetünk, akkor egyre kisebb és kisebb válik. És egyszer csak eltűnik. Tehát ez a hatás. Теперь мы можем посмотреть вены, если время есть. És hogyha az időnk engedi, показываем, что у нас вены на камеру. Akkor a kamerába bemutatjuk, hogy a, milyen... Да. И покажите на камеру, что с вены. Tehát kamerába tessék bemutatni, hogy milyen véna problémája van. Itt. Крупнее можно? Kicsit rá lehetne közelíteni a kamerába? Во-во-во-во-во, еще-еще-еще. Még egy picit. Még egy picit. Уже видно. Már látható. Вот пусть камеру так оставят. Jó, akkor hagyjuk a kamerát ebbe a pozícióba. Мы берем корректор, который называется «Здоровое сердце», то были суставы, это сердце. Az a lapocska van a kezembe, amelynek az a neve, hogy egészséges szív. Az előző az ugye egészséges ízületek lap volt, most az egészséges szív, és akkor tessék legyezgetni. Да. Три минутки помашь, как угодно, хоть так, хоть так. Mindegy, hogy milyen irányba, három percen keresztül. Тут главное, что не вот так, az a lényeg, и не вот так, а с большой амплитудой. Tehát, hogy az amplitúdó az viszonylag nagy legyen. Tehát nem csak ilyen да, kis, nagyon kis mozgások, hanem így nagy, nagy amplitúdóval. Через 2-3 минутки уже можно смотреть. És 2-3 perc múlva meg lehet nézni. Еще раз, все очень просто. Még egyszer, az egész nagyon egyszerű. Это наука, это биофизика. Ez tudomány, ez biofizika. Вода плюс поток энергии. A víz plusz energia áramlat. Приводит вот к чему. Вот это вот кровь человека, который без энергии. В данном случае обезвоженность. Az embernek a vérképe, aki energiahiányos, adott esetben vízhiányos. Но такая же картина, кто работает за компьютером. De ugyanúgy néz ki annak az embernek a vére, aki a kompjúterre dolgozik. Много звонит по телефону. Sokat telefonál. У кого много паразитов. Vagy akiben sok féreg él. Кто в депрессии. Aki depressziós. Или на кого идет мощное воздействие. Vagy aki valamilyen erős hatásnak van kitéve. Кроме того, тут не видно, но вот здесь, когда мы закислены, а это называется закисление организма. Когда мы энергию теряем. Ugyan itt nem látható, de akkor, amikor túl savanyúvá válunk, tehát ezt úgy hívjuk, hogy a szervezet elsavasodása. Вдруг появляется огромное количество мелких черных точечек и покрупнее. Это бактерии и грибки. Hirtelen látható nagyon sok kisebb-nagyobb méretű fekete pont. Ezek a fekete pontok, ezek baktériumok vagy gombák lehetnek. То есть, когда мы закислены, у них все условия для того, чтобы они резвились, жили, размножались. Tehát, amikor el van savasodva a szervezetünk, akkor ezek a férgek megkapják az ideális körülményeket a szaporodáshoz és a jóléthez. Вот я в таком состоянии. És én ebben az állapotban. Выпиваю 1,5 литра воды. Meg szoktam inni másfél liter vizet. За 15 минут. 15 perc alatt. Сажусь на корректоры, то есть получаю энергию от них. Utána használom a lapokat, tehát energiát kapok ezektől a lapoktól. И вот эти вот слипшиеся эритроциты. És ezek az összetapadt eritrociták. И вот эти вот сжавшиеся лейкоциты. És ezek az összenyomorodott leukociták. Резко меняются. Hirtelen megváltoznak. Эритроциты получают заряд и отталкиваются. Az eritrociták feltöltötté válnak, és egymástól ellöködnek. И кровь становится, как у молодого здорового человека, живущего в деревне без мобильника.
és a vérem is olyan a válik, mint egy egészséges fiatal emberé, aki valahol falun, vidéken lakik, és nem használja mobiltelefont sem. В деревне потому, что в воздухе городов от машин, от промышленности очень много свободных радикалов. И это тоже делает вот такой эффект. Azért mondom, hogy valahol falun, mert a városi levegő az szennyezett az ipar és a kocsik által, és ez a szennyezés az kiválthatja ugyanezt a hatást. Смотрим на вены, щупаем, nézzük meg a vénákat, tapogassuk ki, ellenőrizzük az állapotukat, változott valami, tessék megnézni. Hát egy kicsit kisimult. Немножко стало более гладкой поверхность. Немножко стало, то есть они немножко зашли. Tehát ez egy kicsit visszahúzottak. Да? Igen, kisimult egy kicsit. Примерно в процентах, насколько, чтобы люди понимали, о чем мы говорим. Megint százalékban, hogyha ki kéne fejezni, akkor mennyire? Hogy az embereknek világos legyen, miről van szó. Hát ez is egy olyan 10%. Ну, может быть, это тоже где-то на 10%. То есть мы продолжаем, и оно заходит, продолжаем, заходит, продолжаем, заходит. Ha folytatjuk, akkor egyre jobban húzódik vissza. Но если мы в жизни ничего не изменим, оно все вернется. Да, хоть я életünkben nem változtatunk semmit, akkor az egész visszaáll. То есть нам нужно эти 5 причин убирать. Tehát ezt az 5 okot meg kell szüntetni. Пить нужное количество обработанной воды. Tehát inni kell a megfelelő mennyiségű kezelt vizet. К мобильнику прикрепить корректор. A mobilra rá kell tenni ezt a lapocskát. A testünkön is hordani egy ilyen lapot. Почиститься от паразитов, и это восстанавливает, поддерживает чистое состояние. Szervezetet az élősködőktől, és fenntartani ezt a tiszta állapotot. Есть корректоры, которые депрессию убирают, это невероятно, но за полчаса человек меняется. Vannak olyan lapok, amelyek megszüntetik a depressziót, ez ugyan hihetetlenül hangzik, de az ember szinte megváltozik. И, конечно же, убирать негативные воздействия. És meg kell szüntetni a negatív hatásokat. Порчит глазы. Tehát többek között a rontást, a szemmelverést. И пользоваться корректорами, которые не дают, чтобы кто-то опять что-то сделал. És olyan lapokat is kell használni, amelyek megelőzik azt, hogy valaki valamilyen kárt tegyen bennünk. И еще буквально одна минутка. És ha még egy percet megengedek. Вот мы видели две строчки, ну, не плохо видели две строчки. Akkor ugye сделайте вот вот так вот одну минуту. Az előző szemvizsgálatnál az utolsó két sort nem tudta elolvasni, vagy nem tudta jól elolvasni. Igen. Most azt kérem, hogy egy percen keresztül legyezgesse a lapot a szem előtt. Nyitva van a szemem, vagy csukva? С открытыми или закрытыми глазами? Нyitott szemmel. То есть можно и закрытыми, но лучше с открытыми. Лучше открытыми, да, лучше нyitott szemmel. Это специализированный корректор для глаз, называется чистый взгляд. Ez egy speciális lapocska, amely a szemnek lett kifejlesztve, és úgy hívjuk, hogy tiszta látás. Ну, сейчас мы более подробно поговорим о механизме воздействия, о том, какие есть. Ну, Most... главное, что мы наглядно видим, во-первых, скорость изменения. Mindjárt részletesen beszélünk arról, hogy hogyan, tehát miben rejlik a hatásmechanizmusa, de a legfontosabb az, hogy szinte vizuálisan is látjuk az eredményeket, és látjuk, hogy viszonylag gyorsan jönnek létre ezek a változások. Ну, можно уже смотреть. És most tessék megnézni. Вопрос, что-нибудь изменилось? Változott valami? G-I-N-K-M-I E. А вы говорите, кириллица не знает. Ну, она, наверное, еще в школе учила русский язык. Им асмонтам одна мишмария цирюбетюкет. Эре интер. Это какая была строчка? Ez hányas, hányadik sor volt alulról? Utolsó előtti, az utolsó. Предпоследний, és ez последний. Я, Б, И. Шикарно. Ха, Супер. То есть, смотрите, за минуту, даже не две минуты. С, Э. Egy perc alatt, tehát nem két perc alatt, за минуту egy perc alatt. У нас зрение улучшилось на две строчки. Két sorra javult a látása. Вам любой врач скажет, что это невозможно. Bármelyik orvos azt fogja mondani, hogy ez lehetetlen. Вены за минуту не могут заходить. Tehát a vénák egy perc alatt nem tudnak visszahúzódni. Шишечка за минуту не может уменьшаться. Egy perc alatt egy dudor nem tud csökkenni. И врачи будут правы. És az orvosoknak igazuk lesz. Потому что это не медицина. Mert hogy ez nem orvosság.
Это биофизика, это наука, это энергия, как хотите называйте, но это в самом деле не медицина. И об этом мы сейчас подробно поговорим. Это биофизика, это тудомань, это энергия, барминак is nevezhetjük, erről mindjárt részletesen fogunk beszélni. Вам большое спасибо. Nagyon szépen köszönöm önnek. Вы прекрасная модель. Ön egy szuper, gyönyörű modell volt. Я готов вас возить по всем городам, где я буду выступать в Венгрии. Hogyha gondolja, akkor elviszem magammal az összes magyarországi városba, ahol majd előadásokat tartok. И на каждой лекции оно будет все меньше, меньше, меньше. És minden egyes előadás után egyre kisebbek лесznek a problémák. Все больше будет заходить. Tehát egyre jobban húzódik vissza. Единственное, что вы уже видите всю таблицу, поэтому с глазами ничего не покажете. De hát ami az egyetlen kis de, az, hogy már az egész táblázatot látja, vagy el tudja olvasni, így a szemmel való bemutatónak el kell maradnia. Köszönöm szépen.